Anyeli Szabó, hogy virágzó zugló. Mit szeretnének? Hát örökzöld cserjét lehetőleg, ami szép, az autók se tudnak fölállni. De lehet lomblevelű örökzöld? Persze, mindenképpen lehet lomblevelű. Tudnak egy hosszat mondani, hogy ez milyen hosszú az egész? Ezt még nem értem. Nem mértük le? Nem mérjük. Magasan, vagy egy méter magasan, vagy másfél méter magasan, de rengeteg port, meg zajt, meg mindent lefog. Igen. De ebből adott esetben ki lehet majd egy ilyen két méteres sort is alakítani. Igen. Úgyhogy gyakorlatilag itt bármi képes arra, hogy mondjuk egy másfél-két méter magasságban megnőjön. Semmi sincs, ami még itt tartja rá. Igen. Nagyon köszönöm, hogy egybegyűltünk. Jó reggelt, vagy inkább most jó napot kívánok mindenkinek. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagyon köszönjük, hogy ennyien eljöttek. Az a hírem, hogy a Virágzó Zugló 2011 program, ami a polgármester, illetve a Zuglói Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére jött létre. Ennek én vagyok itt a szakmai vezetője, meg az egész koordinátora. Önök a második társasház, akik ekkora létszámban vannak jelen, de lehet, hogyha még a gyerekeket, mert tényleg mindenkit beleszámolunk, akkor lehet, hogy önök megdöntik a részvételi rekordot, ami nagyon jó, mert igazából ezt szereti a hivatal, hogy minél többen részt vesznek benne. Ugye ezt külön köszönöm, hogy ennyien eljöttek. Igazából a programra azt kell tudni, hogy az Zuglói Önkormányzat biztosítja a növényeket hozzá. Most a növényekről még csak annyit, hogy igazából olyan 6-8 féle növény van itt, tehát egyféléből, egyfajtából van több darab is. Én csak azt kérem, hogy ez távolról is jól néznek, és ez egy ilyen utcafront szépítési alapelv, hogy semmiképpen ne úgy ültessük, hogy egy ilyen, egy olyan, mert nagyon ilyen bazári hangulat lesz. Hanem hogyha azt mondom, hogy elkezdik a tarkelevülű sommal az elején, most csak mondtam egy példát, akkor legalább egy 4-5 méteren keresztül ezzel a tarkelevülű sommal haladjunk. Itt már a hölgyek itt már elkezdték ezt a sorrendet kirakni, tehát ez abszolút az önök ízlésére van bízva, hiszen önök fogják nézni, önök fogják gondozni. Hogyha ezt az egy alapelvet betartjuk, akkor ezzel kapcsolatban nekünk más kérdésünk nincsen. Gyakorlatilag most nem tudom, önök akkor elkezdték a köveket kiszedni itt a földből. Jó, nagyon jó. Hogyha ezzel végeztünk, akkor utána lesz egy olyan, hogy kirakjuk az összes növényt, ez 65 folyométer. 65 darab növény van, tehát az azt jelenti, hogy méterenként egyet. Ha kiraktuk az összes növényt, tehát azt kérem, hogy senki ne úgy odavisz egy növényt és elkezdi ültetni, hanem ezt csak rakjuk ki az összes növényt, ez itt sok embernél nehéz koordinálni, meg tehát egy kis önfegyelemre lesz szükség, de először rakjuk ki az összes növényt, nézzük végig, hogy jó ez így, ahogy van, beszéljünk róla, meg hát főleg önök egymással beszéljék meg, hogy ez mindenkinek tetszik, és hogyha azt mondjuk, hogy minden jó van úgy, ahogy ott van, akkor utána mindenki választ magának egy szép sarkot, és akkor elkezdjük ültetni. És az öntözése kapcsolatban pedig annyit, hogy a végén öntözzünk be egyszerre mindent jó alaposan, mert különben itt mindannyian sárosak leszünk, úgyhogy igazából ennyi lenne a mai nap. És akkor én még egyszer köszönöm szépen a részvételüket, jó? Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani, hogy akkor ezzel a menetrenddel megyünk tovább. Mi maximálisan azon vagyunk, hogy a környezetünket gyönyörűvé tegyük, és Zuglónak egy jégköve legyen. Ez a postások tisztviselőháza volt tulajdonképpen, ez a két társasháza, és a végi fényében szeretnénk újra látni, és köszönjük, hogy ehhez hozzájárul a Zuglói Önkormányzat. Még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy vásároltunk tőzeget, trágyát, azt még szeretnénk berakni, hogy egy kellő tápanyag ellátása legyen. Uh-huh. Nagyon jó. Akkor gyertek és ültessük itt ezt a következőt, jó? Itt lehet ültetni, jó? Azt mondja, hogy ezeket kell ide elültetni, tehát akkor ide is lehet ásni egy lukat, meg ide is lehet neki ásni egy lukat, jó? Tehát ide is áshatsz egy lukat, meg ide is, jó? Nyugodtan oda térdehet, csak avatosan, jó? Te is nyugodtan, jó? Nem gyógyít meg az idősem, de kezeli még.
gyönyörűek. A szerszámokat a Fiskars biztosította. Együttműködő médiapartnerünk az edenkert.hu, a legnagyobb magyar kertészeti portál. Kövesse a virágzó zugló lélegzetellelító programját a kertész.blog.hu-n és a Facebookon.